Szeretettel köszöntöm a téli könyvtári esték 7. évfolyamának 3. előadásán megjelent kedves érdeklődőket. Február 7-én Ékis Katalin professzorasszony a nyelvtudományok doktora tartott előadást édesapjáról, Ékis Sándorról. 14-én dr. Enyedi Emőke, gyermekorvos, a homeopátiáról tartott előadást. Mához egy hétre, ugyanebben az időben az égerháziakról hallunk majd egy áttekintést. Most pedig nagy tisztelettel köszöntöm Mándi doktor urat, dr. Mándi Lászlót, házi orvost, akiről hatházon azt tudjuk, hogy orvos. Mándi Lászlóról, az emberről keveset tudunk. Én úgy gondolom, hogy ma úgy megyünk el innen, hogy egy kicsit bővebb lesz a róla kialakított képünk. Természetesen mindent nem fogunk megtudni róla, de sok olyan adalékkal találkozunk, amit betegként az orvosról eddig nem tudtunk. Hajdú Hatház közvéleményében doktor úrnak a tudása, az embersége, a segítőkészsége fogalom. A rendelőben szoktunk vele találkozni, most pedig fehér köpeny nélkül maga valójában Mándi doktort, az embert szeretném bemutatni. Doktor úr, elhangzott az előbb egy muzsika, egy zene. Miért van ez közel doktor úr értékrendjéhez? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! A Dr. Zsivágó című nagyon híres regénynek a filmváltozatának a zenéjét hallották, azért, mert a Dr. Zsivágó, aki tulajdonképpen a forradalmat Oroszországban egy rendkívül hősies életet élve, mindent megtett a rábízott betegek gyógyításáért. Tehát a filmváltozatban inkább a szerelmi részek dominálnak, de maga a könyv, ami rendkívül nehéz, poétikus regény, de egy orvos küzdelmét méltán írja, nem véletlenül kapott érte Nobel-díjat az író. Tehát mintegy az én álszpoétikámat összefoglalja ez, és egy mintegy aláfestést ad mindannak, amiről én most beszélni szeretnék. A család bemutatását a felmenőkkel kezdjük. Mégpedig egy portré jelenik meg a képen. Doktor úr, kiről van szó? Itt... Elhúzom. Tessék kijönni a képből. Elnézést kérek. Tehát tulajdonképpen fordítva kellett volna kezdeni, mert édesapámnak a szüleiről kellene beszélni, aki apám az első generációs orvos volt a családban, míg a anyai ágon alsókubinyi országgazda Józsefet lehet látni, aki furta főjegyzője volt, és alsókubinyból, tehát Dolnyikubinyból származott. Ez Észak-Magyarország, akkori Észak-Magyarország egész lengyel határának közelébe volt, és a családjának egy része eltótosodott, az országok egy része eltótosodott, és az egyik leghíresebb szlovák író, Hjezdoszláv Janosik, tulajdonképpen ország volt. Tehát az én déli nagyapámnak egy távoli rokona, az a legnagyobb szlovák költő volt, aki Madásnak jó barátja volt abban az időben. Na most Ország József nagyapámnak az édesapja Bilkén volt körzeti orvos, itt ezen a dokumentumon tudom igazolni, hogy családom 150 éves orvos dinasztia. Tehát az első orvos a családból Ország László volt, aki először Bilkén körzeti orvos, majd pedig Ungváron városi tiszti főorvos. Neki a fia volt Ország József, aki hát annak idején a nehéz időszakban húzódtak lefelé Erdélybe, Kolozsvárra, ott jogi egyet, először orvosi egyetemen tanult, de miután nem bírta a vér látványát, egy év után átment jogi egyetemre, majd 14 után átkerült Magyarországra, és furtán volt főjegyző. Az ő felesége pedig Török Erzsébet, aki Szentpéterszegen volt tanítónő, és annyiban érdekes az ő neve, hogy az ő nagymamáját úgy hívták, hogy Harakar Anasztázia, tehát eredeti török származású volt Erdélyből, és magyarosította a nevét törökre, és az ő fia már református
pap volt, aztán Fúrtán, illetve Szentpéterszegen. Tovább a családomról. A szüleim itt van, édesanyám és édesapám. Édesanyám Ország Erzsébet, Ország Józsefnek az legidősebb lánya volt. Mellette van bátyám, van, aki nyugdíjas orvosprofesszor, egyetemi tanár, élettanász és anatómus, jelenleg Belgiumban lovasedző. Ott pedig én magam kopaszon. Édesapám ekkor már a Augusta szanatóriumban dolgozott, mint tüdőgyógyász főorvos, később tüdőgyógyász egyetemi tanár, majd professzor lett, és a II. Világháború idején egyedül vezette az Augusta szanatóriumot, és akkor részt vett az éppen menekített hadifoglyok elrejtésében, itt a dokumentum, amit érdemes elolvasni, idősebb Antal József és Utasi Lóránt, aki Horthynak az egyik jobbkeze volt, intenciójára fölvette Szentgyörgyi Albert, Bajor Gizi, Zilahi Lajos és mások apámmal a kapcsolatot, és segítettek a francia, amerikai és angol katonák mentésében. Mindezért kapta ezt a táblát, ami a Debreceni Orvostudományi Egyetem falán jelenleg is látható, kétnyelvű tábla. Itt apám legbüszkébb volt a négy fiára, mind a négy fiából orvos lett. A két testvérem, ő elhunyt, a két szélső, ott van a legidősebb balesetsebész, vagy igen, balesetsebész volt, ő urológus, ott van édesapám, ott van a kutató bátyám, és ott állok én, mint egyetemista. Egy nyári napon az augusztában. Milyen volt a testvérkapcsolat a négy fiú között? Kiváló volt a testvérkapcsolat. Egy érdekes családban nőttünk föl. Egyszerűen evidencia volt, hogy mindenki jól tanuljon. Tehát soha nekünk azt nem mondta senki, hogy tessék, tanulj, fiam, hanem egy egészséges versenyszellem alakult ki. Tehát mindjárt azon dolgoztunk, hogy minél jobban bizonyítsunk, és nem volt vita azon, hogy ki milyen szakmát válasszon, mert édesapám, mint idolként vezette a családot. Milyen a korkülönbség a testvérek között? 2-3 év. Tehát a háború előtt, háború alatt, illetve háború után születtük. Itt a négy fiú, szinte egy másik pozícióban Vidában. Fejtsük meg, melyik Mándi doktor úr a négy közül? Így van. Igen. Igen. Ő az egyetemi tanár bátyám, aki Belgiumban lovasedző. Most vele az érdekes, hogy nem sok köze van a anatómiához, de Fúrtán a főjegyzői udvarban hát elég sok ló előfordult, és annak idején még reggelizni csak lóátom volt hajlamos. Úgyhogy később aztán az egyetemen versenyzett, majd magyar válogatott lett, kint volt az olimpián, mint bíró, tehát mint lovasbíró, és jelenleg kint él Franciaországban, de időnként hazajön. És ilyen korában fölül még a lóra? Nem, már csak utasít, most jelenleg németül ír könyvet a lovasoktatásról. 7 vagy 8 nyelven beszél, a családban a nyelvkészség az adva volt, mert anyám nagybátyja Ország László, aki az angol nyelvtan magasszintű tudója volt, és a Kossuth Egyetemen tanította, a szótárát igen sokan ismerik. Felnőtt kor küszöbén. Néhány érdekes kép, doktor úrral. Hány éves itt, doktor? Gimnazista vagyok. 16. Első udvarlása mikor történt, doktor úr? Ekkor már megvolt. Ekkor már megvolt. És mivel nincs itt doktor úrnak a felesége, a mostani felesége volt az első célszemély? Nem, diáktársam volt. Igen, itt szintén még gimnazista. Mögöttem van a dr. Balogh Béla, a keresztapámnak a táblája, aki nagyon jó belgyógyász volt Debrecenben, és az unokatestvéreimmel állunk itt a Tali Kálmán utca az udvaron. Ez egy már egyetemista koromban készült. Egy izmos, sport, alkatú egyetemistáról van szó.
Kíváncsi lennék. Dalmát tengerparton, ugye én ezt nem tudhattam. Kíváncsi lennék rá, hogy meg tudjuk-e becsülni, hogy ez a sportos, izmos fiatalember milyen sportot űzött? Súlyemelés. Igen, vannak, akik tudnak valamit. Igen. Tessék erről mondani valamit. Hát itt egyetemi bajnokságot nyertem, abban az időben 130 kilóval lögtem. 130 kiló, ez nem akármi. És ugye nem véletlenül az egyetemi bajnokságot ezzel akkor meg lehetett nyerni. Igen. És az az érzésem, hogy manapság sem sokkal nagyobb súlyt emelgetnek az egyetemisták. Hát azért már sokkal többet. Ja, az egyetemisták? Azt nem tudom. Doktor úr egy nem dicsekvő ember. Úgy is mondhatnám, hogy inkább szerény. Amíg ezt az anyagot összegyűjtöttem, legalább háromszor, négyszer kellett biztatni, hogy adjon még anyagot, adjon még képeket, és hát a szerénységről tessék mondani két mondatot, jól látom-e, hogy visszafogottabb doktor úr az átlagnál? Nem, mert szóval, hogy apámra már céloztam, hogy ő azt mondta, hogy minél nagyobb egy ember, annál szerényebb. Tehát nálunk ez volt természetes. Dicsérettel végeztem el, hát latinul van írva 1960-ban az Orvos Tudományi Egyetemet. Ez egy doktori oklevél. Ez ki van ugyan téve doktor úrnak a rendelőjébe, de gondolom, hogy amikor átlépjük a küszöböt, nem ezt a falat szoktuk nézni, ahol ez az oklevél ki van téve, én ezt felfedeztem, lefotóztam, és itt most közkincsét teszem, mert ilyet nem sokat látunk. És ugye dicséretes, cum laude és minősítésű oklevélről van szó. Na most végzés után egy évi katona voltam, ott is Budapesten a Tököli úton voltam katona, és miután évfolyam elsőként végeztem el a kiképzést, én voltam az úgynevezett eskimondó katona. Mennyi ideig volt doktor úr katona? Egy évig. Igen. Mint katonaorvos. Na már itt ez a hajdúhatházi éveimben. Ezt az arcot már ismernünk kell, mert így ismertük meg Mande doktor urat. És itt szeretnék egy, mert én még elfelejtettem mondani, hogy meglehetősen olvasó típus ember vagyok, tehát én minden estémet úgy fejezem be, hogy először verset olvasok, híradót megnézem, utána verset olvasok, majd festek, és utána pedig regényt. Na most itt egy verset felszeretnék ehhez a festményemhez olvasni, ami egy kicsit úgy szintén az árszpolitikában, meg itt a képhez is szól. Kunfajta nagy szemülegény volt. Kínzottja sok-sok mély a vágynak, csordát őrzött és nekivágott a híres magyar hortobágynak. Alkonyatok és déli bábok megfogták százszor is a lelkét, de a virág nőtt a szívében, a csorda népek lelegelték. Ezerszer gondolt csodaszépet, gondolt halálra, borra, nőre, minden más táján a világnak, szent dalnok lett volna belőle. De a piszkos gatyás bambatásakra, s a csordára nézett, eltemette rögtön a nótát, káromkodott, vagy györészett. Köszönjük szépen! Egyetemen végzett doktor úr, hogy került a látókörébe Hatház? Hogy került Hatházra? Megkértek arra, hogy helyettesítsek két hónapig itt Hajdúhatházon, mert pont Bodasanyi bácsi, aki általában nagyon tisztelt orvos volt, elment nyugdíjba és megüresedett, nem volt orvos, hiány volt, Kémeri doktor még nem volt itt, Dobos Rózsa egyedül maradt, Domokos akkor disszidált, és akkor megkértek, mert a Bartók Béla úti kórházba kezdtem belgyógyászaton, jöjjek ki két hónapra helyettesíteni. És akkor Pásztor Bandi bácsi, akkori tanácselnökünk azt mondta, hogy Laci, mindent megtehetsz, amit akarsz, tanulsz tovább, de maradj kint. De én mondtam, hogy én mindenképpen akarok szakvizsgázni, és ő olyan rendes volt hozzám, hogy akárhányszor kértem, mert akkor még hiányzott három évem, beengedtek a klinikára, úgyhogy fönntartották az állásomat, akkor belgyógyászatból leszakvizsgáztam. Egyedüli ígérvényem volt az, hogy minden alkalommal vissza fog jönni dolgozni. Ez meg is történt. Ugyanígy volt
A Béres polgármester idejében is, mikor megkértem arra, hogy foglalkozás egészségügyből hadd vizsgázzak le, szintén támogatott, és a családorvosi szakvizsgát is így szereztem meg. Tehát Hajdú megyében rajtam kívül abban az időben nem is volt olyan orvos, akinek 3 szakvizsgája lett volna, és mint családorvos dolgozott. Melyikében történt ez, doktor úr? Mikor került ide, doktor úr? Én 69. március 1-től. Tehát utána lehet számolni, 43 éve vagyok kint. Ilyen hosszú időt még Hajdúartházon senki orvos nem töltött el. Ránézünk, doktor úr, egy jó kondícióban álló emberrel. Éptesben épp, hogy élek. Így van, éptesben épp élek. Men szállnénk, korpere szálló. Hány éve ezt kellett volna elmenni doktor úrnak nyugdíjba? Nem kellett volna, mert magánvállalkozó vagyok, tehát cégem van, tehát addig dolgozom, ami kedvem tartja. Én minden reggel úgy jövök ide ki dolgozni, hogy jó kedve, mint első nap. Motiváltan. Ez egy nagyon dicséretes dolog, akkor direktebb módon kérdezem, egy férfitől nem illetlenség megkérdezni, hány éves doktor? 72. 72 éves. Ugye itt látom a tekinteteket, megjelent ugye a evidencia élmény kifejeződése, várták, hogy ezt a kérdést megfogalmazzam. Doktor úr, azért az öregkor küszöbén az embernek végig kell gondolni azt, hogy mit fog tenni, amikor már nem jár ki hadházra, amikor majd a vállalkozásban már nem lesz ereje dolgozni. Hogyan képzelél az öreg napjait? Na most, hát azt mondják, hogy, és a tapasztalatom az, a betegeim kapcsán 43 év tapasztalata alapján mondom, hogy általában az emberek először agyilag öregszenek meg. Tehát ha valaki szellemileg leépül, akkor az testileg is. Tehát mindaddig, amíg a Jóisten megengedi, hogy szellemileg és fizikailag bírjam, és igény van rá, addig dolgozni szeretnék, és dolgozni is fog. Már van bejelentkezett rezidens orvosom, aki bármikor átvenné a körzetemet. Tehát nem azt mondom, hogy passzióból dolgozom, mert sokkal komolyabb hivatás, de jó szívvel és igyekszem tiszta ésszel. Doktor úr alapos ismerője a gyógyszereknek. Doktor úr gyógyszerfogyasztó? Én C-vitamint fogyasztok nagyobb adagban, erről külön szó is lesz, tehát úgynevezett megadózisú C-vitamint fogyasztok. Még annak idején Szent Györgyi Albert, akit volt szerencsém személyesen ismerni, az egy külön sztori, egy külön nagy történet lenne, egy úgynevezett szép beszélgetés, hogy 1944. novemberében módon volt Kovács Alezredes jelenlétében, aki New Jersey-ben való volt, és az amerikai missziót vezette, és az Augusta szanatóriumba szálltak meg, akkor Szent Györgyi Albert feljött Szegedről, és ott az amerikaiaktól kért különböző segítséget, a apám asztalánál ült, és ott volt módon, mint kisgyerek meghallgatni azt, hogy miket mondott. Na hát ő fedezte fel 1928-ban a C-vitamint, és idős korában napi 12 g C-vitamint fogyasztott, nem tévedés. Na most én a napi 3 g-nak vagyok a híve, tehát ezt mindenképpen fogyasztom, és a másik, ami engem úgy, ahogy rendbe tart, hogy minden reggel futok. Korán, nagy rendkívül korán kell ember vagyok, hajnali 4 órakor kelek, és korán fekvő. Tehát pacsírta típus. Igen. Egy szakorvosi bizonyítvány van a képen. Erről beszéltem a szakvizsgáról. Igen. 3 szakvizsgám van, mind a 3-at kiválom. Foglaljuk össze még egyszer. Belgyógyász. Belgyógyászat. Petrányi professzor úrnál 72-ben, ezután Ungvári professzor úrnál foglalkozás egészségügyben Budapesten, majd Díjés professzor úrnál Debrecenben 2000-ben családorvostamból mind a 3-at kiváló eredményért tettem le. Egy 3 szakvizsgás orvosnak nem kicsi Hajdú hadház? Nem kicsi a hadházi orvosi rendelő? Most széles pácienstruktúrával rendelkezem, amivel nem akarok dicsekedni, de volt egy másik példaképem, a sok közül az egyik, az Albert Schweitzer. Most Schweitzerről tudni kellett, hogy Afrikában dolgozott kint, nem csak világhírű svájci organista volt, hanem orvos is, leproszóriumban, tehát lepraterepen dolgozott, és úgy tudott gyógyítani, hogy közben ember, humanista és európai maradt. Ismerős ez a ház, gondolom a Csokonai utcán. Kis ott tanító úr háza. Kis Gyula tanító úrnak a háza. Annak idején a 26-ban Kléberbe Kuno
alapítványa segítségével azt akarták, hogy vidéken is legyenek fáklyák, fáklyások, lámpások. És akkor volt egy olyan akció, hogy minden egyes településen segítsék az igazgatók, tanároknak a leterepedését, és egy rendkívül kedvező kölcsön segítségével tudta a tanár úr felépíteni ezt a házat. Egy pár olyan dokumentumot lefotóztam, ami arról szól, hogy... Na most én a gyakorlati munkám mellett mindvég kutatásokat is végeztem, és írtam is, több mint 17 dolgozatom jelent meg magyar nyelven. Több helyen, több kongresszuson sikerült előadást tartani kisebb-nagyobb eredménnyel, és ennek kapcsán összesen 3 szakmai nívódíjat szereztem. Ez az egyik szakmai nívódíjam a rákos megbetegedéseket kísérő bőrtünetekkel foglalkozott. Mint első szerző egyedi közleményként kaptam meg. Nézzük meg ennek a dátumát, 1979. májusról van szó. Ez egy egészségügyminiszteri dicséret, az a eddigi munkámról, még Medve László írta alá, régen volt. Ez is 1978-ból származik. És itt van a következő nívódíj, 1981. A egymás után követi a két nívódíj egymást. Három, ez itt tulajdonképpen 3 nívódíj volt, mert ez 2 dolgozatnak külön-külön nívódíj. Az egyik egy többször érdekes, mert akkor is érdekeltek a daganatok, most is kiemelt kutatási területem. Az egyik cím annyit jelent, hogy egy betegen több típusú daganat felléptének a kutatása. Tehát, hogy van, akinek lehet daganat hajlama, és az egyik daganat mellett áttét nélkül, vagy amellett is más típusú daganat is lehet. Ennek valószínűleg genetikai háttere van. A másik pedig egy úgynevezett bőr leukémiáról szó, úgy hívják, hogy Sézári szindróma, rendkívül szomorú eset volt. Az illető betegnek szinte teljesen elveszítette a bőrfelületét, és az írha látszott, úgyhogy szörnyű körülmények között halt meg. Egyedi közlemény volt Magyarországon, még a bőrklinika se közölte le, én ismertem föl. Laboratóriumi vizsgálatokat is csináltam. Ez jóval később született, akkor az egyetemen felfigyeltek a munkámra, és a családorvosi tanszéken először mentorként kértek fel, hogy dolgozzak. A mentor annyit jelent, hogy a szigorvosok képzésének a gyakorlati felkészítésébe vegyek részt, ez körülbelül 10 éve történik, majd pedig fél évvel ezelőtt olyan megtiszteltetésért, hogy úgynevezett tutori rangot kaptam, ami annyit jelent, hogy a végzett orvosok továbbképzésébe, illetve a szakorvosi felkészítésébe vegyek részt, jelenleg is van kint ilyen tanítvány. És hát a hatházi közvélemény doktor urat a legjobb diagnosztának tartja. A megyében 6-an vagyunk tutorok családorvosi vonalon, ezek közül 2 Debrecen, 4 vidéki, a környéken egyedül én vagyok. Igen, most már ez a jelenkor. Tehát a jelenkorról annyit, hogy a tudományos munkát mind a mai napig nem hagytam abba. A mindennapi tanulás mellett, mert mint hogy például a zsidó bibliában benne van, hogy a Talmudban, hogy holtodik tanulj, de feltételez, hogy eddig is tanultál. Na most én igyekszem minden nap újat tanulni. Tehát nem csak vissza, hála Istennek tudom rögzíteni és össze is kapcsolni a dolgokat, de igyekszem mindig újat és újat magamba felvenni, és a betegeim javára felhasználni. Most körülbelül 5 éve ezelőtt találkoztam olyan cikkekkel, ahol elkezdtek Szent Györgyire, illetve később Linus Pauling nevezetű Nobel-díjas kutatóra hivatkozni, érdekes módon koreaiak, majd amerikaiak is, hogy úgynevezett megadózisú C-vitamin terápiával lehet kezelni olyan már gyógyíthatatlannak tartott rákos betegeket, akiknél bizonyos túlélést, illetve állapotjavulást lehet elérni. Tehát ha valaki nem bírja mondjuk a kemoterápiát vagy a sugárkezelést, akkor megfelelő dozírozással C-vitamin beüttatva, akkor a beteg állapotán tudunk segíteni. Hát itt volt, bár beteg nevét nem lehet megmondani, de mindenki ismerte, egy munkatársunk, akit az Onkológiai Intézet már úgy adott ki, hogy nincs tendő,
akkor ő megkeresett engem, mert hallotta, hogy ilyennel én foglalkozom. Szájnát adtunk 3 g C-vitamin, majd emelkedő adagba hetente 2-szer rendelői körülmények között maximális sterilitás mellett infúzióba itt is lehet látni, hogy a beteg kapja a C-vitamin. Kezdjük napi 1 g-ról, és hetente 2-szer vagy több alkalommal. Horribile dictu, felmegyünk 60 g-ig, tehát nem tévedés. Tehát 1 liter infúzióba kap 60 g C-vitamint, és például ennél a betegnél is körülbelül 1,5 éves túlélést lehetett elérni, úgyhogy munkaképessé vált, 7 kilót hízott, és tulajdonképpen, hogy elvesztettük, annak egyedüli piszkos anyagi oka volt, mert nem tudtam megfizetni nem a mi kezelésünket, hanem a C-vitamint, mert ennek a költsége körülbelül havi vagy heti 20-40 ezer forint lett volna. A OGYI hozzájárulását megkaptuk az Országos Gyógyszerészeti Intézetét, de az OEP-t nem, mert az OEP azt mondta, hogy nincs rá megfelelő keret, a beteg nem tudta finanszírozni, így elkezdtük csökkenteni a C-vitamin adagját, a beteg állapota romlott, és meghalt, itt hagyott bennünket. Mi a végén csak a méltóságos halál lehetőségét be tudtunk segítkezni, úgyhogy mindvégig vele voltuk és fogtuk a kezét. Az orvosi munka, az orvosi hivatás, az egy probléma megoldás. Minden beteg tulajdonképpen egy probléma helyzetet jelent. De tudjuk magunkról, hogy nincsen minden probléma helyzetnek jó megoldása. Doktor úr, hogy tudja elviselni a kudarcot? Én nagyon jó, inkább a stressztűrő aktivitásom nagyon jó. Tehát háromféle stressz van, a distressz például a kudarc is, az eustressz a kihívás, például ez a mostani előadás is az. A stressz, amivel viszont minden nap találkozunk, és azt valamilyen szinten kezelni kell tudni. Na most a kudarcot, kudarcon aránylag hamar túlteszem magam, rágódom, de igyekszem feldolgozni, és nem belebetegedni. Tehát feldolgozom, helyre teszem, próbálok tovább menni, levonni mindig a konklúziót, erre azt szoktam mondani, hogy a sikereim az enyémek, de a kudarcaim is. Na most itt erre a képre még visszatérnék, mert felkeresett telefonon két hete Genesei Géza, aki az orvosi kamarának egyik elnöke, és felkért arra, hogy Kárpátaljára egy fiatal 24 éves hölgy vastagbélrákban szenved, már sztóma kiültetés is történt, 2 gyereket szült, és hogy ennek a kezelését vállaljam el úgy, hogy mellette Budapesten a Kégolyó utcában is kezelik onkológiai szempontból, de most kiegészítő kezelésként kapja a C-vitamint. Most ebben annyi van, ez a korábbi protokollhoz képest annyi változás jelent, hogy még a másik eset, a korábbi esetekben csak már a teljesen magára agyott betegnél léptünk be a C-vitaminnal, itt egy korai fázisban, mint egy rásegítve, szupportív vagy kiegészítő kezelésként kapja a beteg a C-vitamint, ez most történt 2 nap ezelőtt, jobb állapotban van. Ismerjük meg doktor úr családját. Igen. Feleségemmel. Tessék mondani valamit a feleségről. Ő könyvtáros volt, nyugdíjas most már. 2 gyerekünk van. Ő a nagylányom pedagógus. A fiam, ő Amerikába tanult. Jelenleg a cégemben dolgozik. Kislányunokám. Hány éves ő? 10. Egy 10 éves gyereknek már lehet körvonalazni az érdeklődését. Elnézést, szolgálatban vagyok. Természetesen, megbocsájtok. Ügyeltes orvos is vagyok együtt. Visszahívlak. Köszönöm. Tessék. Ez így van rendjén egyébként. Nem lehet kikapcsolni magam. Elnézést kérem. Telefon, igen. Egy 10 éves kislánynak már az érdeklődését lehet körvonalazni. Mi érdekli ezt a kislányt? Hát fotómodell szeretne lenni. De őszintén. De jó tanuló, és főleg a matematikai vénája jó. Hát ha a matematikát szereti, akkor a rendszer szemléleti gondolkodásnak az alapjai adottak. Örülök neki, abban nagyon fog boldogulni az életben. Ez a fiúnak ám, ő katonának készül most. Igen. Ő abban a vagy korban van. Hány éves ő most? 7 éves, és vagy vadakat terelő juhász. Igen, tűzoltó katona, vagy vadakat terelő juhász. Így van. Hát akkor egy érdekes területre barangoljunk át, a kettelések területére. Többen tudjuk már innen, hogy doktor úr szívesen rajzolgat és festeget. Én 14 éves koromban félegyházi tanár úr, festőművész úrnak az iskolájába kerültem be.
Ezt 14 éves koromban rajzoltam, ezt a szén ceruza rajzot itt lehet látni, és ekkor közölte velem, hogy érdemes lenne komolyabban venni ezt a dolgot, és továbbfejleszteni, de édesapám volt annyi realitása a bíró ember, aki azt mondta, hogy egy tisztességes polgári szakmád is legyen, fiam. Félegyházinál tanulni az minőséget jelent, és onnan nagyon sok festőművész került ki, tehát az alapok adottak voltak. Ez sajnos az eredeti, ez már jóval később készült, ezt Franciaországban, Párizsban skicceltem le, ez egy ilyen klosárszerű bukinier volt, ez az magyarul annyit jelent, hogy egy ilyen könyváros a Szajna partján. Az eredeti kép az kikerült Norvégiába, és ennek egy skicc változata van, tehát eredetivel nem rendelkezem. A képeknek szinte 90%-a itt ki van állítva. Tehát a téli könyvtár esték ezen előadása után szívesen várjuk az érdeklődőket, eredetibe is meg lehet ezeket a képeket nézni, ugyanis a kivetített képek mindig torzítanak. Se nem színhelyesek, se nem arányhelyesek, érdemes ezt eredetiben megcsodálni. Ez egy vázlat, tehát ez egy, nem azt mondom, szösszenet, egy tanulmány, ez rossz a felvétel is. Ez a kislány unokámról festett képem, egy óvodai találkozó alkalmával, azért nem hoztam el, mert nagy méretű. Ez a fiúnokám, ott a skic, és itt a valójában is ott látható a festmény. A Krudi étterembe készült annak idején. Ezt szintén magántulajdonban van, ez a Debrecenben a kertemben készült, ez egy kerti tó, ebben az érdekes, hogy a tó látszik legkevésbé, de maguk a virágok megfogtak, és ezt próbáltam visszaadni. Szerintem élőbe szebb. Ez itt egy nagy ugrás most, mert ez most nyáron voltam kint Olaszországban, Rómában, és ott skicceltem le a Kolosseumot, amit én ebből a szögből láttam, meg kérdezték, hogy mi ez, hát ott nincs ennyi zöld, de ezen a dombon itt lehetett látni ezt a cédrusligetet, a város itt jobb oldalon van, illetek balra fent. Na most ez előbb készült, ez még vegyes technikával, téglás, amikor volt az a nagy vihar és kidőltek a fák, akkor a favágó munkások ott hagytak egy ilyen tűzrakást éjjelre, hogy reggel, amikor kijönnek a hidegbe, akkor tudjanak tüzet rakni, ezt ott leskicceltem és vegyes technikával megfestettem. Ott hátrafelé megy egy út, és ott a dudástany az angol kertbe látható. Ez volt az első, amit csináltam. Ez a Temető utcában, vagy az Örtfa utcában, ez egy cigányputri. A maga cifra nyomorúságában ebből az volt a borzasztó, hogy a disznóval volt egybeépítve a lakás, de ez a maga nyomorúságában próbáltam. Ezt ki is állították különben a hal közben a galériába, a Sessina galériába, a vegyes technikával. Ez mikor a körülbelül 10-12 éven keresztül mezőgazdasággal is foglalkoztam hobbi szinten, mert annyi volt a szabadidőm, és mikor sikerült aztán eladni a tanyámat, akkor utoljára visszanéztem a istállóba, és a rám tekintő két állatnak az impressziójával hagytam ott a területet. Ezt festettem le. Életbe szinte, hát ez a tanyámról egy vázlat fentről a dombról, ez ilyen volt. Honnan az indítatás, a mezőgazdaság indítatás? Doktor úr arról beszélt, hogy egy orvos dinasztiának a sarja. Honnan a mezőgazdasági érdeklődés? Hát nagy ország nagyapám oldáról, annak idején a főjegyzői álláshoz 50 holdat adtak. Ez mint járulék, a lakás együtt járt. És nekik hát volt, tehát nem volt saját földbirtokuk, hanem tulajdonképpen egy olyan hordaléka volt ez a tisztjének, vagy a beosztásának, és ott igen sok mezőgazdasági munkát láttam, mint kisgyerek megszerettem, és azt mondják, hogy amit az ember kisgyerek korában megszeret, az idős korában is, ha teheti, akkor még visszanyúl, vagy visszagondol rá. Na most ez egy másik dolog. Én nagyon sokat jártam a zsidó temető felé Hajdúartházon, több betegem is volt, és mindig megfogott a kerítés. Tehát a kerítés valahogy a festőreje, most voltam múlt héten fönn a Cézán kiállításon, és ott is az
ott úgy adják vissza a franciák, az impresszióval együtt használják a szenzáción fogalmát, francia körben jól beszélek, és tehát az, ami élményt, én látok valamit, az bennem valamilyen gondolatot teremt, és azt én megpróbálom visszaadni úgy, hogy azt megtekintő ember szintén valamilyen módon lereagálja. Na most én ebbe a kerítésben mindig egy vonatot láttam. Tehát egy olyan vonat kupét láttam, amin itt Hatházon a tanár úrtól is tudom, hogy egy jelentős zsidó csoportosulás vagy lakott, és a tanár úrral többször beszélgettünk, és azt mondta, hogy semmiféle emlék nem maradt utánuk tulajdonképpen, megfogható emlék. És akkor én elképzeltem három hasszidot oda, ahogy a temető előtt még az elutazása őt beszélgetnek. És akkor három alakot képviselt, vagy rajzoltam le, a baloldali túlélő optimistát, a középen ülő merengőt, és a jobboldali tapasztalta, de aki valószínűleg soha nem jött vissza. De most ezt próbáltam visszaadni, ott lent látszik a Stein a kő, ami ő mindig, tehát az ilyen témájú dolgokról nem hiányozhat, egyúttal az elmúlást, mint tudjuk, hogy ők nem virágot, hanem követ tesznek a sírjukra. És ott ezt is ábrázolom. A nap azért vörös, mert a gyász, illetve a félelmet jelzi, ott hátul az a szürke terület pedig a füstöt. És a tél pedig a hideget. Hát doktor urat érdekli a néprajz és a népművészet. Na most én 40 év alatt bárhová bementem, még nagyon nagy szerencsém volt, mert láttam még olyan földes kunyhót vagy házat, ahol olyan rend volt, hogy minden reggel kiseperték és fellocsolták gyönyörűen a homokot, és hogyha orvos hívtak, akkor mindig meleg víz várt, otthon készült szappan, és vasalt törőköző, vászon törőköző. Tehát én akkor elkezdtem ezekkel foglalkozni, volt olyan hely, ahol voltam olyan szemten, és megkérdeztem, hogy nem tudnák nekem hagyni, vagy nekem adni volt, aki nem szégyelt, és nekem adta, vagy én többször kértem, úgyhogy emiatt egy jelentős gyűjteményt hoztam része a Csokonai utcán, illetve a tanyámon, majd miután ennek szanása megtörtént, akkor tanárnak felajánlottam, hogy legyen kedves válogasson ezek közül, és egy részét az egyháznak, egy részét pedig az itteni múzeumnak adtam, amit tanár úgy ítélt meg, hogy alkalmas rá, egy részét viszont otthon Debrecenben a lakásomon tartok. Ez a tulipános láda lent a Városháza pincéjében látható. És doktor úrtól kaptam természetesen. Ez egy még régebbi, 1863-os, ezt a Bercsényi után kaptam Erzsikének, az van beleírva. Ez egy nagyon szép láda, ezt otthon tartom. Ennek egy testvére a ládás lóca, körülbelül ugyanebből a korból, és ettől az asztalostól származik, mert annak a mintája is hasonló, a szín dinamikája is ehhez igazodik, ez pedig ugyancsak a városházi kiállításnak a földszinti részén látható szembe az ajtóval. Ez egy Erdélyből származó, úgynevezett csobánbot, ilyen nagy bottal járok újabban, és ebbe az érdekes, hogy ebbe eredeti rovásírás van. Na most tanárulnak a fia, ő foglalkozik rovásírás megfejtésével, illetve tudja értelmezni. Annyit derült ki, hogy valószínűleg egy Sándor jelű, egy monogram. Tehát valószínűleg Sándornak hívták ezt a csobánok, azok tulajdonképpen a számadó juhászok voltak. Annyit jelent a csobán szó, és ez a csobán bot volt. Itt látszik a birka fejre. És a rovás írást ugye visszafelé olvassuk, igen, jobbról balra, és fentről lefelé. Tehát az S betű, ez valószínűleg a Sándornak, tehát a Sándor keresztnévnek lehet a kezdőbetűje. Van egy családnév, és hát Erdélyben nagyon sok családnak előneve van. Úgy különböztetik meg a családokat egymástól, mit tudom én, magyar vagy Hatházon is van Bársony Balog, aztán különböző más előnevű családok. Nyilvánvalóan a harmadik betű, a K betű valamilyen előnévnek lehet a monogramja. De hát a nagyapámnál is az alsó kubinyi az annyit jelentett, hogy onnan való alsó kubinyi ország az a József volt.
tehát onnan származott a család. Ezt a Mester utcáról kaptam, egy nagyon idős, 92 éves néni hagyta rám, akinek a édesanyjáé volt. Tanárul megmutatta nyíregyházi néprajzosoknak, és azt mondta, hogy nagyon ritka kerámia. És ez egy vásárfia. Mint ahogy manapság, ha bemegyünk a Tesco-ba, lehet Erzsébet Judit nevű zoknit és sálat venni. Valamikor a legények elmentek a vásárba, és hát a Zsófi nevű szívük választottjának egy festett tányért vásároltak. A tányérról azt kell tudni, hogy 19. század közepéről származó tányér ez. Ez is lent van a pincei kiállításunkban, doktor úr nekünk ajándékozta. Igen, ez egy érdekes szecskavágó, vagy szalmavágó, vagy szénavágó? Szénavágó, ez silóvágó. Silóvágó, igen, ezt is egy valahol találtam valamelyik lakásnál, és ez eredeti, még a fa is hozzá. És ez is lent van a pincei kiállításon. Nem akarom reklámozni doktor urat, de ami fölöslegessé válik számára, igen, akkor szívesen várjuk a többit is, mert Hatházon jó helye van, és a nagy közönség számára ezek azért kuriózumok, szeretjük ezeket megmutatni. Hát volt egy tanyája doktor úrnak. Igen, itt dolgoztunk kint. A fénykoromban 11 hektár földem volt, és ennek a tanya körül volt 7 hektár, a többi hajdúvidem volt, nagyon szerettem, rengeteget dolgoztam, éppen úgy az emberek között a legnehezebb fizikai munkát is. Na most tudni kell doktor úrról, hogy felhúzta a gumicsizmát. Hát oda nem lehet körömcipőbe menni, hogy szokták mondani. Furcsa is lenne doktor úrral a körömcipő. Igen, 44-es lábból. Igen. És felhúzta a kesztyűt, és bizony-bizony a mezőgazdasági munkának szinte minden fázisában részt vett. Besegített, modellt mutatott, mintát mutatott a dolgozóinak kint a tanyán. És hát miket termeltek? Hát a szokványos... Hatház környékén nagyon kultúrát. Szép kukoricát. Spárgát, azt hittem mondja doktor úr. Nem, mert ennek egy története van, ez tulajdonképpen nem csak ez a gyerekkori motiváció volt, amire én ebben elkezdtem foglalkozni, hanem mikor a körülbelül 15-20 évvel ezelőtt az európai statisztikát olvastam, hogy 15-20 évvel élnek hosszabb időt mondjuk a nyugatabban boldogabb területeken, akkor boldogabb területeken lakó emberek, mint Magyarországon, akkor találkoztam egy olyan adattal, hogy az úgynevezett mediterrán diéta, mediterrán életmód nagyon sokat jelent az érrendszer szempontjából, és akkor végignéztem azt, hogy milyen zöldségeket fogyasztanak, és számomra szinte legtöbb ismeretlen volt, hogy spárga, zöld spárga, rózsaszín és fehér spárga, articsóka, rukkola és egyebek, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy lehetne itt termelni, és akkor utána olvastam, kimentem az egyetemre, Agrártudományi Egyetemre, és ott a Mészáros professzorral megbeszéltük, hogy tulajdonképpen a globális felmelegedés kapcsán az addig klasszikus kecskemét-budapesti termésvonal fölött spárgát nem termelnek, én kezdtem el itt egyedül spárgát termelni, helyesebben még a Kukmiá idejében volt ilyen kísérlet, de aztán ez valami miatt meghalt, és meglepő módon nagyon jó érzi itt magát, ma már felmelegedett itt a terület annyira, ez nem annyira vízigényes. Tehát ezért most itt a legtöbb gond az utóbbi időben az aszály volt, a spárga, annak a gyökere olyan mélyre lemegy, mint a szőlői, 2-2,5 méter mélyre. Tehát tulajdonképpen kiszállni nem nagyon tud. Doktor úr nem tudja, hogy sikerült a filmet letöltenem, és meg fogjuk mutatni mindjárt a spárga termesztést. Két filmet forgattak rólam a Hajdú Online-on, illetve a Debrecen TV. Ez a rukkola, ez egy nagyon érdekes növény, tulajdonképpen borsmustár a magyar neve, nem nagyon ismerik. Utóbbi időben eltelt Olaszországba közkedvelt. Van egy ilyen afrodíziákus hatása, tehát azt mondják, hogy a férfi potenciált javítja, és például azért nem, a szerzeteseknek nem lehetett rukkolát fogyasztani. És a Görögországban a Priapos szobor körül rukkola van vetve. Az a férfiasság istene volt. Úgyhogy ezt is termeltem elég nagyba, fogyasztottam is,
Ez egy másik szintén mediterrán. Ennek már, ezt nem nagyon propagálnám, mert kiderült, hogy majdnem halucinogén hatása is lehet, hogy ebben leálltam. Azért nem mondok nevet. Ez az articsóka. Ezt Magyarországon egyedül én tudtam termelni. Rendkívül nehéz átteleltetni. Ez a legjobb májvédőszer. Annak idején, mikor Goethe 1780-valányban megírta az itáliai utazásaimat, azt is olvastam, és azt írta, hogy érdekesek ezek a taljánok, hogy a katánkórót is megeszik. Tehát az articsóka az a katánkóró, a friss, tehát nem aki száradt, a friss katánkóróhoz hasonló növény, rendkívül finom a belseje, kicsit a vajhoz hasonlít, és ők töltötte úgy, mint mi a karalábét fogyasztják. Rendkívül ízletes, nagyon jó hozzá a vörösbor, főleg a toszkán, és jobb májvédő hatása, mint a Mária tövisnek. Na most ez mind handmade, ez mind kézi munka, tehát ez a bakhát. Így néz ki a spárgának a bakhátja, ezt úgy tessenek elképzelni, ez jelenleg egy holdan megmaradt csupán passzióból. Ezt mind kézzel ástuk. Egy igazi bakhát az másfél méter széles, 50 centi magas, és fenn a tetején nincs ennyire kélezve, 30 centi szélesnek kell lenni. És ezt megbontva, tehát mikor egy kicsit megreped a föld, akkor lehet tudni, hajnali 4-kor kell szedni, hogy ott jönnek ki a friss hajtások. Na most, ha azt akarom, hogy úgynevezett fehér spárga legyen az a legértékesebb, akkor még olyankor kell kiszedni a földből, tehát hogy napfény ne érje, ez az etiolált spárga, ezt úgy hívják, és ez a legértékesebb. Tehát ez április 15-től június 15-ig terem, Németországban külön ünnep, az, amikor a spárga szedés elindul, és ennek van egy újabb változat, a zöld spárga, amit már nem ilyen mélyen ültetünk, kis laposabban, és ott hagyjuk, hogy érje a napfény, tehát zöld színű lesz, és van a rózsaszín spárga, amelyik egy kis napfényt kap, a franciák azt szeretik, mind rendkívül egészséges, alacsony kalóriatartalmú, magas sóstartalmú, sok benne a szelén is, miután földdel érintkezik, nagyon jó vízhajtó hatása is van, egy nagyon elegáns zöldségféle, főleg vagy köret, de 136 receptje van, amit én franciáról magyarra lefordítottam, és módon volt még a Gundelbe is, a Kála Kálmán egyik legnagyobb szakértőjével ennek a témával beszélni, és átvette az én receptúrámat is. Amikor végignézünk ezeken a bakhátakon, a hatház emberben felvetődik a kérdés, hogy lehet ezt gyomtalanítani? Sehogy. Tehát van egy kapa nevezetű, egy nagyon jó gyomírtó, avval. Utána ettől lehet kapni a kapaszítiszt, az a derékpályás. Nem lehet gyomtalanítani. Tehát érdekes módon Molnár Tamással többször beszélgettünk, én elmentem annak idején Kecskemét mellett is nagy spárga termelőköz, brutális munka. Fóliával takarják, én is letakartam, egy nap múlva ellopták róla a fóliát. Úgyhogy körülbelül ennyi volt. Igen. Nézzünk meg egy rövid filmet a spárga termesztéséről. Ez Európa 1-es. Európa 1-es akkor, hogyha másfél centi vastag, és körülbelül egy olyan 18-20 centi hosszú. És nagyon érdekes, Krudi, aki hát nagy gurmán volt, ő írta le, hogy az igazi pesti séf vagy budai séf, az sohasem a spárga hegyét nézze, nem az alját. És az megsimítja, és ha látja, hogyha puha és fehér, akkor az aznap lesz szedve, az úgynevezett bakhát meleg. Bakhátas terület Hajdúadház közelében. A kisebb méretű töltésekben zöldségterem, spárga, a mediterrán világ meghatározó konyhanövénye. A település körzeti orvosa Mándi László több mint 15 éve döntött úgy, hogy meghonosítja ezen a területen a spárgát. Nem véletlenül választotta ezt a zöldségnövényt. Kutatásokat végzett, hogy Európában hol élnek a legtovább az emberek, és ezt minek köszönhetik. Ekkor fedezte fel a máltaiak titkát. Ők ugyanis rendszeresen fogyasztják a növényt, és 10 évvel tovább élnek, mint mi magyarok. Ez többek között a spárga jótékony hatásának köszönhető. A spárgáról azt mondta 14. Lajos, hogy a spárga a zöldségek királya, és a királyok zöldsége. De mondhatnám, tehát egy rendkívül érdekes növény. Az egyetemen, az Agrár Egyetemen a spárga
termesztése buktató kérdésnek számít. Tehát rendkívül bonyolult és nagy kihívás szakmailag is a termesztése. Ez sem riasztott el Mándi doktort attól az elhatározásától, hogy spárga termesztésbe kezdjen. Annak ellenére, hogy az agronómus barátai mind lebeszélték a tervéről. Amikor én evel találkoztam, akkor minden agrármérnök barátom lebeszélt róla, hogy itt nem terem meg. Én viszont elkezdtem gondolkodni, és rájöttem arra, hogy a globális felmelegedés miatt elképzelhető, hogy ezen a területen is megtermelhető. A kitartás eredményes volt. A nem túl vízigényes spárga jó termést hoz a hajdúadházi homokos talajon. Az első vetőmagokat Mándi doktor Franciaországba szerezte be 15 évvel ezelőtt. Az első termést azonban csak 11 évvel ezelőtt kóstolhatta meg. Idő is munkaigényes ugyanis a spárga termesztés. Ezt másfél éven keresztül üvegházban kell termelni, és másfél év után, tehát másfél éves korában lehet kiültetni a spárgát a bakhátban. Itt mutatok egy tavaly június-júliusban kiültetett fiatal spárga hajtásokat, aszparágusokat. Most az dönti el, hogyha a telet kibírta, tehát nem fagyott ki, mert ez ősszel, illetek télen ezek a zöldek elpusztulnak, de ha a következő tavasszal képes kihajtani, az a spárga megmarad. Avval már törődni kell csak, és akkor az körülbelül a negyedik éve hoz olyan sípot, ami már piacképes, illetve fogyasztható. A beállt területen folyamatos a termés. A jó spárga másfél centiméter széles és 20 cm hosszú. Ez az európai szabvány. A színek különböző. Van ugyanis fehér, lila és zöld spárga. Utóbbi a legkedveltebb. Most a zöld spárga azért zöld spárga, mert ő már kiemelkedett a földből. Na most a klasszikusan zöld spárgát tulajdonképpen nem is ilyen bakhátba termelik, hanem gladba, tehát földmagassággal. Például Amerikába, illetve Nyugat-Európában is elég sok helyen ma már szinte csak zöld spárgát termelnek azért, mert ez kevésbé munkaigényes. Ugyanakkor a fiatalok jobban is szeretik, kellemesebb, bizonyos szempontból kellemesebb az íze, könnyebb elkészíteni, nem kell például megpucolni. Tehát konyhatechnikai, kulinári szempontból egyszerűbb az elkészítése, és most divatosabb is. Ennek ellenére én a klasszikus fehér spárgát szeretem, amit sokkal nehezebb megtermelni. A spárga szapora növény, ha a 4 éves fejlődést kivárta a termelő. Április 15-e és június 15-e között folyamatosan terem, hozza a süveg alakú terméseket. Ahogy Mándi doktor mondja, reggelente kétszer kell végigmenni a bakhátak között, mert mire az egyik végétől a másikig ér, ismét újabb spárga süvegek bújnak ki a földből. A spárga naponta 6-8 centit képes nőni, általában korán reggel, tehát úgy 5 óra körül érdemes elkezdeni szedni, főleg, hogyha fehér spárgát termel valaki, mert ahogy ő napfényt kap, akkor elkezd először lilulni. Franciák például szeretik a lilafehér spárgát, ezért hívják ezt francia spárgának, Magyarországon kevésbé terjedt el. Most itt van két szintén nagyon szép méretű, ez még szebb, mint az előbbi. Azt elfelejtettem az előbb mondani, hogy minél egyenesebb, annál jobb. Tehát például nehéz, itt homokos talajban azért él meg jól, mert itt aránylag könnyen ki tud törni. Na most ez például olyan, amire még Gundel, a Kalakálmán úr is azt mondná, hogy ez spárga. Gyönyörű, minimálisan lila a feje, hófehér, aránylag egyenes. A spárga termesztés rendkívül munkaigényes, szinte csak kézzel lehet végezni, gépesíteni nem érdemes. Ezért drága a spárga. Megéri termelni, csak nagy terület, sok idő kell hozzá. Tulajdonképpen megéri termelni, akik külföldre termelnek, elsősorban Németországban, és legalább 2-3 hektár kell hozzá. De rendkívül munkaigényes, tehát nagyon, nagyon sokba kerül az előállítása, de végsősorban nagyon jó áram, a jelleg is 1200 forint most 1 kiló spárga. Most még 2 hétig tart a szezon. Június 15-ig lehet friss spárgát venni. Több mint 100 féle recept szerint készíthetnek belőle ételt a háziasszonyok. A spárgát már Mikszáth Kálmán is orvosi zöldségnek nevezte. Mándi doktor szerint is gyógyító növény a spárga. Vitamin tartalma, valamint vízhajtó és méregtelenítő hatása miatt hasznos. Hát szélsőséges dolgokat mondok, Korzikába tortát csinálnak belőle. Ez egy korzikai specialitás. Na most ezen kívül, hát rendkívül finom a spárgaleves. Na most amit boltba lehet kapni, az a spárga porból készült spárga krémleves, az köszönő viszonyban sincs a frissen elkészített igazi spárgalevessel.
És az igazán finom spárgalevesbe mindig belevágnak ürügyet is, tehát hogy az mutatja, hogy ez mennyire finom, mennyire friss. Köretnek itt például lazachoz csináltuk, a séf kollégával vajba blansoltuk, utána pedig először megfőztük, speciális állítva kell megfőzni, úgy, hogy van egy külön egy spárgafőző fazék, és egy kosárba tartjuk úgy, hogy a víz ne érje el teljesen a csúcsát a spárga sípnak, hanem az szabadba legyen, le kell fedni, és azt szinte csak meggőzöljük a spárga tetejét, az aljából egy picit levágunk, utána ez megtörtént, körülbelül 10-15 percen keresztül kell főzni, utána vajba át lehet sütni, megforgatjuk, és parmezán sajttal meg kell szórni. Ez például egy kiváló köret, halhoz például nagyon ajánlom. De egyéb, hát van, aki például itt van a Balogh Katika kedves munkatársam, ő nagyon ügyesen csinálja, ő több mindent kipróbált, ő úgy tudom, hogy ilyen bundás variációban adja, de ugyanúgy, vagy készíti el, de tojásra is nagyon finom. Úgyhogy erről most ennyit szeretnék mondani. Még annyi adalékként, hogy mi például karácsonykor is a sülős spárgát szoktunk fogyasztani, én készítem el, tehát fagyasztható. Most letisztított állapotban mélyütőbe be kell tenni, és akkor akár egy év múlva is, vagy télen frissen kivéve azonnal elkészíteni, és rendkívül ízletes, friss, finom köret készül belőle. Most a tanárra egy ilyen kévét hoz föl, hogyha megtaláljuk, ami hűtve van. Meg is érkezett talán? Nincs meg? Sajnálatos módon útban van valahol a spárga, a könyvtár és az orvosi rendelő között, és ide még nem érkezett meg. Akkor nem tud repülni ezek szerint. Ide még nem érkezett meg. Jó. Itt akkor ők felkértek engem, nagyon hosszú időn keresztül próbáltak inspiciálni, vagy adni rám, hogy szerepeljek, egyáltalán nem akartam, de azt elfelejtettem mondani, hogy ennek nagyon nagy a piaca, tehát nem a piacon, vagy a nagy kereskedelemben, hanem elit éttermekre, tehát 4-5 csillagos szállodák azonnal megveszik, akár Budapesten is, pláne a frissen szedettet. Úgyhogy ez például a Divinus szálloda, amikor megnyílt, Debrecen egyedül 5 csillagos szállodája, akkor a mi spárgánkkal és rukkolánkkal nyitottak, ugyanígy rendszeres beszállítója voltam Boros Lászlónak, aki szintén olimpikon séf, a belga étterem nagyon híres séfje volt, már nyugdíjas, és ő javasolt, hogy a szerepeljek ebbe a tévéműsorban, ami meg is történt, illetve föltettek a legjobb, hát ha nem is megyen a biotermésben, nem nagyon hiszek az ökóba inkább, nagy a különbség közötte, tehát a legjobb ökotermelő specialisták közé. Ugye most már tudjuk doktor úrnak az orvosi munkáját, beletekintettünk a hobbikba, de még nem beszéltünk arról, hogy vajon a konyhaművészetben otthon van-e doktor úr? Szokott-e főzőcskézni? Hogy kint Vogba, igen, nyáron, meg karácsonykor. És mi a kedvenc étele, doktor úr? Hát a steaket nagyon szeretem, tehát abszolút én vegetáriánus vagyok. Hogy én mindent, hála Istennek alkatilag olyan vagyok, hogy szinte mindent megetek. Anyám 5 gyerek után is ilyen vékony volt, mint én. Tehát a genetika sokat jelent, koleszterin szintem sem magas, úgyhogy emellett rengeteget futok, és azért nem eszem túl magam, de szeretem a nagyon finomat. Az italok közül én egyedül vörösbort fogyasztok mértékkel és mércével, mert a vörösborban van egy neszverasztról nevezető bioflavonoid, ami az ér endotél, tehát az ér legbelsőbb rétegét védi. Ez az úgynevezett francia paradoxon, hogy hiába a franciák golász szívnak ezt a rendkívül erős cigarettát, de megisznak az asztalnál fél egy liter nem túl erős vörösbort, küvét, és ez olyan érrendszer védőhatása van, hogy náluk mázsugorodás ugyan előfordul a mértéktelen fogyasztástól, de infarktus jóval kevesebb, mint Magyarországon. A pálinkát kikiáltották hungarikumnak. Doktor úr, meg szokta kóstolni a pálinkát? Nem nagyon. Nem vagyok töményívó. Én itt prezentáltam 2 üveg vörösbort, ami nagyon szívesen meghívom, és ezúttal tessenek kedvesek megkóstolni, aki él vele. Én azért nem tudok belőle fogyasztani, mert szolgálatos leszek.
Tehát én az utolsó éveimben borászkodtam, és Tolcsván egy István nevezetű barátom, aki hivatásos borászával küvét csináltunk, és ezt le is palackoztunk, több száz palackkal rendelkezem. Azért abszinenciáról nem beszélhetünk, mert ebben a filmben, doktor úr, akkor nem voltam szolgálatban, egy körtepálinkát fogyaszt. Ja igen, volt egy olyan is, hogy mentával, mert akkor mentát termeltem, és itt nem is a pálinka volt döntő, hanem az, hogy a menta az egy rendkívül speciális íz, tehát ezt Görögországban látta. Igen, és mi volt még a pálinkában mentán kívül? Aztán bogyó, nem? Igen, meg pár csepp méz. Ja, igen, úgyhogy ajánlom a jelenlévőknek a kis mennyiségű pálinkát, körtepálinkát, mentával, pár csepp mézzel, és az a bogyó, az nem tudom mi volt, mert azt láttam, hogy belepottyant a pohárba. Most hirtelen én azt a filmet nem láttam azóta, és nem emlékszem, mert... Jó, bogyó nélkül is valami bogyó volt benne. Oliva bogyó nem lehetett, mert az nem megy. Az borhoz megy, de a pálinkához nem megy. Nem tudom. Lehet, hogy áfonya volt. Igen, lehetett, igen az. Na ez a hal, az elkészült lazac, de az érdekes, hogy lazacnál tulajdonképpen, és tojás is ott van, és ott a kaviár is, és ott a spárga, meg a rukkola köret, tehát egy vegyes köre, rendkívül elegáns volt, hogy a lazacnak mindig a fél oldalát kell tulajdonképpen megsütni, a másik oldal majdnem nyersen maradjon, akkor adja meg az igaz ízét. Hát megfelel letisztítva természetesen. Tehát ez a sült része, tehát azért nem a rózsaszín részét látom, mert a rózsaszín az a nyers. Ez, amit én terveztem 2009-ben, az üvegeimben látható paradicsom kerti, mert a tanyám ott volt, illetve volt egy körülbelül egy hold szőlőm, ahol elsőbb vörös bort termeltünk. Vagy vörös szőlőim voltak, és vörös bort termeltünk, illetve küvét. Igen. Akik hátul ülnek, nem biztos, hogy el tudják olvasni, dr. Mándi, paradicsom kerti, medok küvé. Igen, küvé. Tehát ez egy keverék. Igen. Egy rozé küvé volt. Most, hogy a tanyát eladta, doktor úr, hogy tud megélni mezőgazdasági terület nélkül? Hát maradt egy volt spárgám, és abban egyedül dolgozom. Tehát minden szombaton kimegyek oda, és ahogy az idő engedi, ott akkor én magam csinálok. Állatok hiányoznak legjobban. Mert állattartásra is foglalkoztam, bikával, mangalicával, kutyával, mudit tenyésztettem, úgyhogy minden, ami belefér. Hadházon mindent ellopnak, a spárgára rákaptak-e már? Csak a fóliát lopták le róla, mert a spárgára nem tudják, hogy melyik részét kell fogyasztani. Volt, hogy megbontották a bakhátot, de tehát emberi fogyasztása olyan formában alkalmatlan. A spárga területen kívül van-e hobbi kertje? Van Debrecenben egy díszkertem. Azt én mindent magam csinálok benne. És ebben a díszkertben milyen növények van? Hát ott a városi, tehát tuják, meg ilyenek, meg fű, rózsa. De különlegesség nincs. Megköszönjük a jelenlévők figyelmét. Köszönjük doktor úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és egy kicsit részletesebben bemutatkozott, mint amennyire mi ismertük. Köszönöm szépen a figyelmet, és én egy verset hadd olvassak még. Olyan, köszönöm szépen, hogy vagyok. Mint minden ember, fenség. Éjszakfok, Amundsen és Nansen akkor még nem fedezte fel az éjszaki sarkot, amikor ez a vers íródott. Titok, idegenség, lidérces messzefény. Jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden, önkínzás ének, szeretném, ha szeretnének. Köszönöm a figyelmet.